Interaktív előadásokkal, gyakorlati programokkal és egyéni konzultációkkal segítették az esélycentrumba látogató mozgásukban korlátozott fogyatékossággal élőket. A program célja az esélyegyenlőség megvalósulásá segítő tréning bemutatása, illetve a mindennapi élethez szükséges eszközök bemutatása és hozzájutásuk lehetőségének biztosítása volt. Gyakorlatilag mi azt szeretnénk, hogy ismerjék meg úgy az otthon élők, mint az intézményekben lévő ellátó személyek, vezetők, azokat a lehetőségeket, korszerű eszközöket, amivel a mindennapi otthon, illetve gondozó helyeken megkönnyíthetik a munkatársak vagy a családtagoknak a mindennapi életüket. Az alapítvány fő célja a különböző korlátozottsággal élők esélyegyenlőségének elősegítése. A célok között fontos kiemelni a fiataloknak szóló egészségnevelő programokat is, amely segíthet közelebb hozni az egészséges embereket a fogyatékkal élőkhöz. A rendezvényen lehetőség volt a különböző mozgássegítő eszközök működésének megtekintésére és kipróbálására is. A mai napra a következő csomagunkat hoztuk el, ez pedig egy olyan kombinált csomag, ahol részben ismeretanyagokat adunk át, mert hogy az a tapasztalatunk, hogy nagyon sokszor nem csak pénzkérdése, hogy egy-egy olyan eszközt nem használnak, akár a rászorultak, akár a szakemberek is, ami egyébként az ő mindennapjaikat, életvitelüket minőségileg jobbá tenné, hanem azért, mert egyszerűen nem tudnak róla. Vagy ha tudnak róla, akkor nem tudják, hogy kell használni. Sokak számára nagy segítséget jelenthet a 2017-es év tavaszán indított Autó Plusz pályázati lehetőség. Ennek célja, hogy a nagyon súlyos mozgássérültek is hozzájussanak olyan gépjárműhöz, amely megkönnyítheti mindennapi életüket. A pályázat másodszorra jelenik meg, a beadási határidő pedig december 11-e. Ennél a pályázatnál az a lényeg, és valahol úgy gondolom egy óriási segítség, hogy itt a pályázat, tehát a megnyerhető összeg jóval magasabb, mint ugye a hagyományos gépjármű szerzési támogatásnál, hisz itt a támogatásnak az összege a gépjármű vételárának akár az 50%-a is lehet. A programra kizárólag magánszemélyek pályázhatnak, akik szakorvosi indikáció alapján kerekesszéket használnak.